Ahogy Svajda Gergő az imént mondta, valóban Fodor Gáborral folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát személyében is érezheti érintve magát Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde kapcsán, mert úgy általában a liberálisokról is beszélt, meg a liberális demokráciáról is beszélt, a liberálisok elnökeként úgy gondolom, hogy ez van mondani valója, azért hívtuk. Igen, így van. Hát mondhatnám azt is, hogy mondtam is barátaimnak és ismerőseimnek, hogy nem is tudom, hogy miért vagyunk mi szinte az ördöggel egyenlő ellenfelek és ellenségek, most már ezt is lehet mondani a miniszterelnök úrnak, hiszen a liberális párt azért egy kicsi párt, kicsi politikai erő Magyarországon. No, persze tudom, hogy ez nem rólunk, mint pártról szól, hanem úgy általában a liberalizmusról és általában a liberálisokról. Nem az van-e mögött, hogy egy olyan célt talált, akire könnyű lőni most? És most nem személyesen, hanem úgy általában a liberálisok, a liberalizmus, akik mindenről tehetnek és akik okolhatók. Hát én más látok ebben a beszédben. Egyébként magát a beszédet igen fontosnak és lényegesnek érzem. Szerintem drámai és tragikus elemek vannak benne, de nem mondanám azt, hogy engem meglepett. Már csak azért sem lepett meg, mert ennek a beszédnek igazából a lényegi elemei, tehát színvonalasabb és összefogottabb formában már a miniszterelnöki beiktatáskor a parlamentben elhangzott. És szerintem a magyar közvélemény akkor se szentelt kellő mélységű figyelmet, vagy kellő nagyságú figyelmet igazából ezeknek a gondolatoknak. Ő már akkor meghirdette a liberalizmus elleni harcot. Na most két ok van szerintem, amiért ilyen elszánt a miniszterelnök. Az egyik az a klasszikus, kell egy ellenségkép. Ez mindig segít összekovácsolni a tábort. A másik pedig egy személyes probléma, hiszen ne feledjük el, hogy azért én ismerem őt elég jól, és együtt alapítottunk liberális pártot, ugye az ügy pikantériája ez a Fideszt annak idején 1988-ban. Orbán Viktor 2000-ig a Liberális Internacionálé alelnöke volt. Tehát egy olyan valakiről beszélünk, akinek a politikai útja a liberális táborban kezdődött. Na, de erre mondhatja, és aztán kiózanodott. Így van, tehát én ezt nem is szemrehányásként mondom, mert én ebben jó indulatú vagyok, és azt gondolom, hogy az ember változhat az életben. Tehát nem kell feltétlenül ugyanolyannak lenni, mint 25 évvel ezelőtt volt, akár az eszméit tekintve is mondhatja azt, hogy én kérem szépen, érettebb vagyok, sok mindent másként látok. Csak amiről most beszélek egyébként, nekem ezért problémás az egész történet, ez hiányzik. Tehát nem látom azt a pillanatot, amikor Orbán Viktor, aki mindig az emberek szavazatát kéri, politikus, kiáll a választójelé és azt mondja, hogy ilyen voltam, ma már egészen más gondolok, és ezért megváltoztam. Nem lehet, hogy nem volt egy ilyen pont, hanem ez egy folyamat? És ezt a folyamatot mi is nézzük kívülről, és mi jobban is látjuk, mint ő belülről megélve. Ez valószínű egy folyamat, és igazából engem a végeredmény érdekel, mert hozzátenném, tehát én megadom a lehetőséget és a jogot mindenkinek, hogy változzon az életbe. Mindenkinek születhetnek nagy felismerései egyszer mindenképpen az életbe, amihez képest egészen más lehet, vagy megváltozhat korábbi önmagához képest. De milyen ez a jelenlegi Orbán Viktor, és ez az érdekes szerintem nekünk magyar polgároknak. Milyen irányba akarja a miniszterelnök vezetni az országot, milyen ez az antiliberális Magyarország, amit ő felvázolt, ahol harcol a liberalizmus ellen. Ugye milyen az antiliberális Orbáni, vagy mondhatnám putyini modell, mert hiszen ne feledjük el, hogy példaként állította a beszédébe Oroszországot, a halódó nyugattal és az Egyesült Államokkal szemben, sok más elégként szörnyű példával egyetemben, tehát Törökországot felhozta még, és Kínát és más országokat. Tehát milyen ez a putyini modell, amit ő felvázol? Hát először is világosan kell látni, hogy itt a magántulajdon nem szent és sérthetetlen. Pedig azt gondolom, hogy nekünk, a magyar emberek többségének ez egy fontos érték, amiért harcoltunk. Ezt mutatja a magánnyugdíjpénztáraknak az elkobzása egyébként. Itt látni kell azt, hogy nincs igazából szabad beszéd, szabad szólás, hiszen aki másként beszél, mint ahogy mi gondoljuk, az büntetőadóval fizetjük meg, lásd az RTL klubnak az esete. És látni kell azt is, hogy egy ilyen rendszerben a párthűség lesz a domináns, a fontos az előrejutásnál, nem a tehetség és a rátermettség, ahogy az oktatási rendszert átalakítják. És bizony a szabad vállalkozásokról sem beszélhetünk, hiszen nézzük meg, mi történt a földtörvénnyel, vagy a trafikügyben. Tehát az a Magyarország, ami kirajzolódik, az szerintem egy élhetetlen, egy kétségbejtően szomorú, tragikus ország lesz. Orbán Viktor lényegében a szakadék felé kormányozza ezt az országot. Mindemőle Péter azt fejtegette 10 perccel ezelőtt, hogy Orbán Viktor akár kivezetné az Európai Unióból Magyarországot, ez a beszéd ebbe az irányba mutat. De hát közben az látszik, hogy a magyar gazdaság 1000 szállal és most is 90%-os súllyal az Európai Unió tagállamaihoz kötődik. Másrészt hát szokták mondani, hogy az Európai Unió pénzéből élünk, ami nyilván némi túlzás, de van alapja.
Van alapja, és ez teljesen jogos, hogy felveti, mert hiszen szerintem az is elmondható, hogy tisztességtelen az a magatartás, amelyik az egyik oldalról felveszi a pénzt, hogy most fogalmazunk nyersen az Európai Uniótól, a másik oldalról pedig a legdurvábban támadja azt a helyet, ahonnan tudjuk jól, hogy lényegében Magyarország számára az életet jelentő és a talpon maradás jelentő finanszírozás érkezik, hiszen a magyar beruházások sehol nem lennének. Hát ezeknek több mint 90%-a Európai Uniós pénzből valósul meg. Tehát ha az Európai Unió nem öntené ide a milliárdokat, százmilliárdokat, sőt forintba mérve ezermilliárdokat évek óta, akkor nem lenne magyar gazdasági fejlődés. Tehát az egyik oldalról Orbán Viktor vizionálja folyamatosan a nyugat halálát, ezt megjegyzem, a 19. század közepétől kezdve olyan klasszikusokat említve, mint Marx és Engels, akik folyamatosan a nyugat és a kapitalizmus haláláról vizionáltak. Sok váltesz volt a évszázadokon keresztül, akik folyamatosan rendszeresen a halódó, pusztuló demokráciáról, nyugatról és kapitalizmusról beszéltek. Azt jól gondolom, hogy a liberális demokrácia és a liberalizmus az két különböző dolog? Hát nézze... Mert hogy ugye a liberális demokráciákról és nem a liberalizmusról beszél alapvetően. Hát igen, nézze, abban a szempontból igaza van, hogy valóban Orbán Viktor még a demokrácia fogalmát is bevonja ebbe a témakörbe, holott ugye a liberalizmus az a demokrácián belül egy fontos politikai irányzat, amelynek egyébként megjegyzem ugyanúgy a gyökerei a zsidó-keresztény kultúrában vannak, mint a szociáldemokráciának vagy a keresztény demokráciának. Tehát egytőről fakadnak ezek a gondolkodásmódok, egyébként az antikkultúra és a zsidó-keresztény kultúra nélkül, amitől ugye Európát nem lehet függetleníteni, ezek sem léteznének, hiszen a liberálisok a szabadságra helyezik a fő hangsúlyt, ahogy megjegyzem a kereszténységben is ez ott van nagyon intenzíven. A szocialisták az egyenlőségre, ahogy szintén megtalálhatjuk ezt, ugye a közös kulturális gyökereinkben, a keresztény demokrácia pedig a hagyományokra. Szóval itt a gyökerek hasonlóak, de a demokrácia az viszont egy intézményrendszert jelent, egy olyan intézményrendszert, ahol a többség dönt, de a kisebbség jogait egyre erőteljesebb bástyákkal védem. Én az orbáni beszéd mellé azért oda helyezném egyébként azt a ugye bő egy héttel ezelőtti történetet, ami szintén szerintem egy nagyon fontos pont a magyar közéletben, ez pedig az Alkotmánybíróságnak a döntése és az Alkotmánybíróság elnökének, Pacolai Péternek a deklarációja. Ha egy országban, ahol ilyen állapotok vannak, amiről ma beszéltünk, és az Alkotmánybíróság elnöke azt deklarálja egy fontos döntés után, ugye ahol az önkormányzati törvényről, annak legitimitásáról, tehát hogy ez elfogadható, jogszerű egyáltalán, hogy ilyen borzasztó közel a választásokhoz, és ilyen mélységben változtatták meg a törvényt, ott az elnök azt mondja, hogy el kell gondolkodnia az Alkotmánybíróság többségét alkotó bíróknak, hogy ők az alkotmányt szolgálják-e, vagy valamelyik politikai pártot, az szerintem egy fordulópont a magyar demokráciában és a magyar jogállamiságban is. De akkor felmerül egy másik kérdés is, hogy az utolsó percünket használjuk az önkormányzati választások ügyére, hogy akkor van-e értelme? Van-e értelme komolyan venni egy választási rendszert? Van-e értelme úgy tenni egy ellenzéki pártnak, mintha lenne esélye, miközben le van írva egy választási eljárási törvényben, hogy hát van papíron? Szerintem nincs, és itt szerintem a nagyon nagy baj, hogy ilyen súlyos válságban vannak a baloldali ellenzéki pártok. Tehát az, amit az MSZP, az Együtt 2014 és a Demokratikus Koalíció művel mondjuk Miskolc ügyében, ahol Pásztor Albert a közös pont, és ebben tudna a koalíciót kötni, ahol egy nyilvánvalóan elfogadhatatlan, a rasszizmushoz közel álló nézeteket hangoztató jelölt jelenik meg. Szerintem az tragikus, teljesen lejáratja az egész baloldali eszmerendszert. Tragikus az, hogy nem tudnak az ellenzéki pártok megegyezni, mi liberálisok erre nyitottak vagyunk, készek vagyunk, de önállóan fogunk indulni a választásokon, ha nem lehet a többiekkel megegyezni, és a legnagyobb probléma, hogy szerintem széles körűen kellene az ellenzéki erőknek abban megegyezni, hogy bizony egy ilyen alkotmánybírósági döntés után teljesen legitim és jogszerű dolog lenne az önkormányzati választásoknak a bojkottja. Mert ilyen körülmények között nem lehet törvényesen megtartani. Hát, ezzel szemben szól a másik érv, hogy az emberektől egy ilyen bojkottal elvonják a lehetőségét annak, hogy azokra szavazzanak, akikre akarnak. Ez így van, de azt gondolom, hogy eddig, amíg az Alkotmánybíróság elnöke nem nyilatkozott meg ezekben a kérdésekben, ez vitatható volt. Most nehezen vitatható egy ilyennek a jogszerűsége. Tehát de a liberálisok nevében bojkottot hirdetne? Nézze, nevetséges lenne a mi kis ellenzéki pártként. Ezt a legfiatalabb és egy nyilván szerveződőben, fejlődőben lévő politikai erőként mi hirdessük meg a bojkottot. Mi nyilván ilyet nem fogunk csinálni, mert ha a többiek erre nem hajlandók, akkor mi is indulni fogunk a választásokon, még akkor is, ha én ezt rossz dolognak tartom és téves politikának. De az ellenzéknek lenne ereje,
nem csak az önön érdekeit néznék a baloldali ellenzéki pártokat, hangsúlyozzam ki, hiszen mi liberális párt vagyunk. Tehát ha a baloldali ellenzéki pártok nem saját problémájukkal lennének már hosszú ideje elfoglalva, akkor szerintem ki kellene látni ebből a helyzetből, kellene látni, hogy milyen súlyú az Orbán beszéd, milyen súlyú az Alkotmánybíróság elnökének a deklarációja, és milyen óriási problémák vannak az önkormányzati választásokkal, akkor a bojkottot komolyan föl kéne vetni. Egyedül értelmetlen? Egyedül értelmetlen. Egy kis párt nem hirdethet bojkottot. Köszönöm, hogy én is köszönöm.